ember képes a saját lelkének a rezdüléseit fölismerni, akkor ez szerintem valóság is. Tehát az Isten igenis szól hozzánk az ima által. Hát meg kell várni azt, amíg ő szól. Sokszor várjuk ezt a szót kívülről, de számomra ez egy belső hang, ami bennem van, és belülről, a szívem mélyéből szól. Először Istennel kell beszélnünk ahhoz, hogy az Istenről tudjunk beszélni. Írja Benedek pápa az ifjúsági világtalálkozót előkészítő levelében, melyben az ima fontosságáról is beszél. A tavasz beköszöntével Kecskemétre látogattunk. Egy kezi ima órán vettünk részt, melyet András és Francesco testvérek tartottak, akik a francia kisváros szerzetes közösségéből érkeztek Magyarországra. Látogatásuk célja, hogy felkeressék az ország keresztény ifjúsági közösségeit, és beszéljenek nekik arról, hogyan élik hétköznapjaikat tezészerzetesként. Számomra a zenének különleges szerepe van, nem csak az életemben, hanem az imádságban is. És olyankor mindig azt érzem, amit így Kodály mondott, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Hogy ő sokkal jobban felemeli az én lelkemet is, hogy énekelhetek, és így azt látom a többi emberen is, hogy a zene az tényleg valamilyen nagyon-nagyon varázslatos dolog. Tehát ez a imák azok pont azért nagyon jók, mert elmerülhetsz benne, és így ismételgetheted a szavakat, és ezáltal az ének végére megérted, hogy miről is szól ez az egész, és hogy hova kéne eljutni az ima elejétől a végéig. Isten szabad, vagyis Isten úgy tud hozzánk szólni, ahogy ő szeretne, és akkor, amikor szeretne. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy Isten úgy nem tud hozzánk szólni, hogyha mi nem nyitjuk meg a szívünket. Tehát a mi részünkről szükséges, hogy legyen valami olyan belső szabadságunk, egyfajta belső aszkézis szinte, hogyha nem rémítene meg ez a szó. Ez alatt azt értem, hogy egy olyan távolságtartás, jó értelemben a távolságtartás saját magunktól, amelyen keresztül nem saját magunkat helyezzük a központba, hanem üresen hagyjuk a központot. És hogyha megvan ez az üresség, a csönd, akkor oda Istenbe tud jönni. Számomra az imádság az azt jelenti, hogy egy teljesen céltalan és kilátástalan helyzetből eljutok egy olyan helyre, ahol egy konkrét cél vagy egy terv lebeg a szemem előtt a végén, amit így az ima végén így elkezdtetek megvalósítani az életben, amikor így visszatérek. Hogyha rendszeresen imádkozom, akkor Isten az első helyen van az életemben. És ez így meglátszik a kapcsolataimon is, szóval meg így a lelki állapotomon is, szóval, hogy sokkal türelmesebb vagyok, meg sokkal gördülékenyebb minden olyankor. Az imádság az egy olyan pár perc, amit Istennel töltök, amikor azt érzem, hogy teljesen nyitott és őszinte lehetek előtte. Nyilván nem szükséges, hogy az legyek, mert ő látja, hogy mi van az én szívemben, de amikor az ember kimondja, vagy megfogalmaz ezeket a dolgokat, azok olyan különleges erővel bírnak a saját lelkének is. És számomra, személy szerint azért nagyon fontos az imádság, mert ezáltal érzem közel magam Istenhez, és akkor sokszor a szívembe jön egy-egy gondolat, hogy bizony van, amiért hálás lehetek, és ezt imádság formájában is megfogalmazom. Nem nagyon tudok
Istenről tanúságot tenni, ha nincs róla tapasztalatom. Az első keresztényeknek az volt a legnagyobb erejű tanúságtétele, hogy mi ezt láttuk, mi ezt megtapasztaltuk, és erről szól az apostolok cselekedetei, hogy mennek és tanúságot tesznek arról, amit megéltek, amit megtapasztaltak a föltámadt Krisztusán. És nekünk is megvan minden esélyünk a vele való találkozásra, és csak akkor lesz erő bármiben, amit csinálunk, akár az én prédikációmnak, akár más tanúságtételének, akár annak, hogy kimegyünk az utcára és éljük a hétköznapjainkat, hogyha ez bennünk egy igazi, nagyon mély, nagyon komoly személyes találkozás az Istennel, és utána ezt tudom a többiek felé közvetíteni. Végül pedig jöjjön a hét legfontosabb híre. Április 23-ától megnyílt a Hungarió regisztrációs felülete. Jelentkezz még ma az alábbi címen, és ne felejtsd el imáidba hordozni a nyári találkozót.